Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Folytatódik a Polgármester válaszol című műsorunk, amelynek állandó vendége Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere, akivel a város által feltett, város lakói által feltett kérdéseket beszéljük át, és nyilván néhány aktualitást is ugorcső alá veszünk. Üdvözöljük polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Városunkban több projekt hamarosan lezárul, részletezzük ezeket. Ugye több olyan fejlesztés is történt, ami az önkormányzat részéről került elindításra, illetve önkormányzati pályázat volt. Ezek egy része már befejeződött. Most jelenleg egy magánberuházás átadására fog sor kerülni, hiszen elkészült az Agrosprint ZRT fejlesztése, amely azért meghatározza a város jövőjét, nyilván a cégnek is a jövőjét, de azt gondolom, hogy a város jövőjét is. További munkahelyeket teremt a településen, és azt gondolom, hogy további lehetőséget aztán majd a bővülésre is. Én szeretném itt is megköszönni az Agrosprint ZRT-nek egyrészt a beruházást, másrészt pedig a beruházáshoz kapcsolódóan azokat a támogatásokat, amelyet a város intézményeinek, vagy akár a városi önkormányzatnak is nyújt. És köszönöm szépen azt a lehetőséget is, hiszen lakossági megkeresés volt, hogy az Agrosprint ZRT előtti útszakaszt, a járdát, amely a Penny Markethez vezet, ezt sikerült közösen rendbe tennünk, megvalósítanunk, és így megoldódott az a kérdés, amellyel az ott lakók, a környéken lakók kérésének megfelelően most már kényelmesen el lehet jutni, és nem olyan töredezett járdán, hanem valóban egy felújított szép járdán. Úgyhogy köszönöm szépen az Agrosprint vezetőségének, hogy ezt is sikerült közösen megoldanunk ezzel a fejlesztéssel együtt. Nyilván eltörpül egymás mellett egy járda és az a több milliárdos beruházás, amely átadásra fog kerülni, és ahogyan mondtam, hosszú távra meghatározza a cég és a település jövőjét is. A szabadidő hasznos eltöltését megcélzó fejlesztések is történtek városunkban, amelynek hamarosan sor kerül az átadására. Mik ezek? Így van, ugye látványosan készül folyamatosan a milánói kiállítási pavilon, vagy sámándob, hogyha így fogjuk hívni, akár hosszú távon is, illetve az annak a környezetében készülő rónai malom és az a barna mezős beruházás, amely ott egy park kialakítását célozza. A park is nagyon szépen halad, hiszen megtörtént a fűvesítés, megtörtént a fásítás, illetve megtörtént azok a környezeti elemeknek a kialakítása, amely a jövőben, és hát bízunk benne, hogy szépen fejlődve előbb-utóbb és minél hamarabb eléri majd ezt a kifejlett állapotot, amely ott azért árnyékot is fog majd tudni szolgáltatni. Ennek a közepén ugye már átadásra került a kerékpáros pumpapálya, és mellette most már elég régóta készen áll, illetve a jogszabályi vizsgálatoknak való megfelelésre vár, amely most már meg is érkezett. Tehát minden akadály elhárult az elől, hogy átadásra kerüljön a játszótér, amelyet azt gondolom, hogy mindenki nagyon vár. Egy picit átmenetileg le kellett zárnunk a területet, hiszen a milánói pavilon, illetve a barna mező határos egymással, és mind a kettő szépen haladt a saját munkálatai kapcsán. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor az elválasztó építési kerítés alatti területet kell rendbe tennünk, ehhez pedig nyilván a előírásoknak megfelelve, a biztonsági előírásoknak megfelelve az egész területet le kellett zárnunk. Kivettük ezt a kerítést, és most jelenleg azok a munkálatok folynak, amely a két terület összekapcsolását szolgálják. Jó ütemben halad, én bízom benne, hogy 18-ára készen fog állni a kivitelező is arra, hogy ezt a részét a parknak vissza tudjuk venni, és át tudjuk adni a nagy közönség részére, tehát én javaslom mindenkinek, hogy figyelje az újság hirdetéseket, egy nagyon szép programmal szeretnénk készülni majd a játszótér átadása kapcsán. De ha ezen a területen maradunk, és az előző kérdésre is visszanézünk egy pillanatra, akkor el tudom mondani azt a beruházást is, amely az erdei torna pálya, illetve valamikor ott a sétány mellett valósult meg, egy erdei kerékpáros pálya, amelyet nagyon sokan használnak, főleg így, hogy most a pumpapályát éppen nem lehet használni, és amely azt látom, hogy nagy kedvence most már a fiataloknak, hiszen kilombosodtak a fák, szépen bezöldült az erdő, csodálatos környezetben lehet kerékpározni.
környéken nincs ilyen pálya, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki, használja. Ne a futókat zavarja az erdei tornapályán, hanem használja kerékpárral ezt az új lehetőséget, amely, még egyszer mondom, egy csodálatos környezetet biztosít az erdőben kerékpározók számára. Visszatérve a barna mezőre, ugye ott folytatódik tovább a munkálatok, hiszen egy live house, kerül kialakításra, most már látszik a háznak a vászszerkezete, ott is jó ütemben halad a kivitelező. Ez egy bemutató ház lesz, amely azzal kapcsolatos, hogy milyen fűtési, energetikai megoldások kerülnek javaslat szinten a közeljövőben építkezni szándékozók számára. Tehát sok minden olyan környezetbarát és energetikai megtakarítást szolgáló lehetőséget tudunk majd bemutatni, amelyet hát bízunk benne, hogy sokan fognak megtekinteni, és aztán később akár használni is a saját építkezéseik során, illetve nyilván egy olyan oktatóközpont lesz a fiatalok számára, amely környezetvédelmi szempontból egyfajta oktatási lehetőséget is biztosít nekik. Úgyhogy én azt látom és azt tapasztalatom, hogy nagyon sokan kíváncsiak erre a fejlesztésre, nagyon sokan szeretnének már sétálni ebben a parkban. Még egy pici türelmet kérek. A park közelében található az Akácsliget gyógy- és strandfürdő, ott is fejlesztés várható az előttünk álló időszakban. Igen, egy nagyon hosszú pályázati előkészítés végéhez közeledünk, még mindig nem értük el a végét, hiszen a támogatási összegről megkaptuk az értesítést, de egy olyan hosszú döntési mechanizmuson kell keresztül menni, amely még mindig nem tette számunkra lehetővé azt, hogy hozzá tudjunk kezdeni bátran ehhez a beruházáshoz. A tervek megvannak, engedélyek megvannak, most ott tartunk, hogy a bontást el tudjuk kezdeni már ezen a nyáron, és én bízom abban, hogy talán még idén el tudjuk kezdeni az új medencének az építését is. Nézői felvetés volt, hogy ugye a Ligetúti sportpálya nagyon szépen fejlődik, nagyon szépen újul, illetőleg már a beruházás hatalmas nyomai látszódnak, illetve a kérdés arra irányult, hogy mikorra várható az elkészülte. Ugye itt két óriási beruházás zajlik egyszerre, a milánói kiállítási pavilon Sámán Dobnak van az építése, illetve a lassan most már a befejezése. Itt azt szeretnénk, eltérően a megkötött szerződéstől, hogy minél hamarabb át tudjuk adni. Terveink szerint az augusztus 20-ai ünnepség sorozat keretében meg tudjuk nyitni a milánói pavilont a nagy közönség számára. Ez nem jelenti azt, hogy a sportpálya lassult ezzel együtt, hiszen ott is a kivitelezővel kötött szerződés alapján 2024 április vége a határidő, és ahogyan folyamatosan egyeztetünk, hiszen minden héten leülünk a kivitelezőkkel, és végigbeszéljük az aktuális kérdéseket egy ilyen kooperációs megbeszélés keretében. Tudják tartani a határidőt, tehát a 2024 április végét ezt még mindig garantálja a kivitelező. Én is azt látom az előre haladások alapján, hogy teljesíteni tudja majd ezt a vállalását. Az előzetes szerződésben maga az épületeknek a felújítása volt benne, de menet közben azt láttuk, és az élet is ezt mutatja, hogy nem elég az épületekkel és a kiszolgáló helyiségekkel foglalkoznunk, hanem magát a labdarúgó pályát, tehát a füves pályát is mindenképpen fel kell újítani. Itt is előre haladt tárgyalások zajlanak a jelenlegi kivitelezővel, hogy ebbe a meglévő szerződésbe hogyan tudjuk ennek a pályának a felújítását is belefoglalni. Úgy néz ki, hogy sikerült, tehát egy teljes komplex felújítása lesz a sportkomplexumnak, nem csak az épületek, kiszolgáló helységek, hanem maga a sportpálya is megújításra kerül. Úgyhogy amire a kérdés vonatkozott, ez 2024 április, én bízom abban, hogy ezt tartani tudjuk. Több lakosság visszajelzés alapján üdvözölték a posta melletti parkoló rész és ezáltal területnek a kialakítását. Érdeklődtek afelől, hogy várható-e az elkövetkezendő időszakban újabb parkoló bővítés? Természetesen szükség van továbbra is a parkoló bővítésekre, hiszen látjuk azt, hogy a gépjármű szám az nem csökken, hanem folyamatosan növekszik, és egyre többen használják is azokat a gépjárműveket, amelyet a lakosság
kezelésében vannak, hogy úgy mondjam, hiszen nagyon sok családnak most már nem egy, hanem akár két autó is, akár az apának és az anyának is külön gépjármű van, hiszen lehet, hogy más irányba végzik a munkálataikat, napközben másképp kell menni a gyermekekért, ugye látjuk azokat a frekventált időszakokat, amikor szinte egyszerre kerülnek használatra ezek a gépjárművek, ez elsősorban a reggeli és az iskolai időszak utáni, délutáni órákra tehető. Vizsgáljuk azt, hogy hova szükséges még parkoló építése. Én úgy ítélem meg, hogy jelenleg azok a parkolók, amelyek elkészültek az előző évben, azok azért valamilyen szinten megoldották a parkolási problémákat, de természetes, ahogy anyagi lehetőségeink engedik, és nyilván azok a forgalom technikai kérdések is megválaszolásra kerülnek, akkor elképzelhető, hogy további parkolók kerülnek kialakításra, hogy itt elsősorban a kórház környékére gondolok, az orvosi rendelő környékére gondolok, és itt a piac Ady Endre utca környéke az, amelyet mindenképpen vizsgálnunk kell majd további parkolóépítés szempontjából. Én úgy ítélem meg, hogy jól sikerült ez a kivitelezés. Többen egy picit ágáltak az ellen, hogy a posta oldalában most már nem lehet parkolni. A katolikus templommal szembeni parkoló, én úgy ítélem meg, hogy nincs messze a postától. Egyre többen használják, leparkolnak, átsétálnak a postához, amely távolságot nem jelent, viszont egy óriási biztonságot jelent azok számára, akik a lámpás kereszteződésen keresztül folytatják útjukat, és nem kell azzal számolniuk, hogy a posta oldalából esetleg kihajt valaki, vagy kitolat eléjük valaki, amikor egyébként meg teljes sebességgel mennek át a zöld lámpán. Tervez-e a város éjszakai gyógyszertári ügyeletet? A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk a gyógyszertárakkal. Azt látjuk, hogy igazából a forgalom nem kívánja meg azt, hogy éjszakai gyógyszertár legyen nyitva, hiszen nincs akkora igény arra, hogy éjszakai gyógyszertár folyamatosan üzemeljen. Természetesen a hétvégi gyógyszertári ügyelet az egy nagyon fontos dolog, hiszen itt egy hétvégén azért több napról beszélünk, de az, hogy folyamatosan éjszakai gyógyszertári ügyelet legyen, azt jelenlegi forgalom nem kívánja meg. Polgármester úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a rendelkezésünkre állt és beszámolt ezekről a fantasztikus dolgokról számunkra. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a kérdéseket, és természetesen várom a további megkereséseket is, viszontlátásra.